Húst süt a Villányi Radnai Gyula. A 12 éves fiú otthon is segít a főzésben szüleinek. 1-2 éve kezdtem el főzni, és úgy akkor segítkeztem anyukáméknál, apukáméknál, mert nekünk kint az udvaron van egy sparhártunk, és azon apukám nagyon szeret finom rozmaringos csirkét csinálni. És ott segítettem nekünk, meg akár, hogyha pörköltet is csináltunk olyankor. A Baranya megyei 6.-7. osztályosoké volt a Zsolnai Szakképzőiskola tankonyhája hétvégén. Itt rendezték a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vendéglátó szakma ismereti versenyét. 2 ételt kellett a zsűrinek kitalálniuk. Az volt a célunk, hogy mutassuk azt, hogy szezonálisan kell ételt készíteni, és egy medvagyma krémlevesre sajtos pirítossal, tehát egy teljesen egyszerű étel, és egy barna sörös sertés tarja lesz gyökérzöldségekkel, és egy nagyon finom habos burgonyapürével. Az idesüs elnevezésű pályaorientációs versenyt most rendezték meg első ízben, a helyi iparkamara égisze alatt működő gasztronómiai klaszter szervezésében. A gasztronómiai klaszter úgy gondolta, hogy a szakmai utánpótlás szempontjából ezt valójában így gyerekkorban kell elkezdeni, legyen a gyerekeknek kedve főzni, és amikor elkezdenek egy ilyennel foglalkozni, akkor mindjárt adjunk olyan feladatot, ami helyi termékre, helyi alapanyagokra, szezonális dolgokra, tehát minden olyanra fókuszáljon, hogy eleve ne a rossz felé indítsuk, hanem a nagyon jó felé indítsuk, ami egy ilyen élhető és fenntartható gasztronómia. Nagyon sokan jelentkeztek. Egy élményt akartak adni a gyerekeknek, hogy felkeltsék az érdeklődésüket a vendéglátóipari szakmák iránt, mondja a Kamara projektvezetője. Összesen 224-en jelentkeztek a megye minden területéről. Ez 74 csapatot jelent. 3 fordulós volt a megmérettetés. A 10 csapatos döntőt szombaton tartották Pécsen. Itt a főzés mellett a tálalásra is figyeltek a zsűritagok.